Köszöntöm nézőinket, mai vendégünk Tolnáról érkezett Schmidt Józsefnét, Valinénit köszöntöm szeretettel a stúdióba. Valinéni, hát Épp most itt már a felvétel előtt beszélgettünk, hogy mennyire érdekes is ez az élet, hogy mi is hosszú-hosszú évek óta ismerjük egymást. Én még ugye iskolásként találkoztam valinénivel, és hogy köszönünk egymásnak, tudjuk, hogy ki mit csinál, de aztán mégis a másikról oly keveset tudunk. Valinénit elsősorban a zenekedvelők bizonyára felismerik, hiszen a Mözsi Bartók Béla női kar, ami most tudtam meg én is 32 éve, már van és működik, és Valinéni jó voltából jött létre, bizony meghatározó Tolna megye, de már a határokon túl is bizonyos körökben. Hát Valinéni, hogy kezdődött minden? Egyáltalán Tolna, ön hogyan jön a kapcsolat? Tolnán született egyáltalán? Öröktolnai? Jó napot kívánok! Én nem, nem Tolnai vagyok, hanem Bajai. Baján születtem, ott végeztem el a tanítóképzőt, és mint gyakorlós kis tanítónéni kerültem tulajdonképpen fadra, ott egy évig tanítottam, utána vissza kellett menni bajára képesítő vizsgát tenni, és csak utána, mint kész tanítónő, akkor kerültem ide Mözse, a Mözsi általános iskolába, ahol nem kevesebb időt, mint közel 30 évet töltöttem a gyerekek között tanítással. Vali aztán mondhatom azt is, hogy végül is a szíve is tolnára kötötte, hiszen azt hiszem, hogy Schmidt tanárúról, hiszen így emlegetik, és egyébként Schmidt József, aki közelmúltban vonult nyugdíjba, és a sportcsarnok igazgatója volt, szintén egy meghatározó közéleti személyiség tolnán és mözsön. Tehát Vali azt hiszem, hogy ez a szerelem is, ez a házasság is végleg ide kötötte. Igen, itt ismerkedtünk meg a férjemmel Tolnán, hiszen egy Időben kerültünk oda Mözsre tanítani, a Mözsi iskolába ismerkedtünk meg, aminek a vége házasság lett, és ebből a házasságból született két gyermekünk már, ők is nagyok, felnőttek. És vannak unokák is. És vannak unokák is, bizony, öt unokánk van. A fiaméknál van két fiú, a lányoméknál, ott, ott három lány a változatosság kedvéért, de a fiam azt mondta akkoriban, amikor a harmadik kislány megszületett Ildiéknél, hogy nem baj, majd időnként cserélünk. Hát gyakorlatilag ez így is van a mai napig, mert majdnem egyidősek a gyerekek, és tudnak cserélni, úgyhogy a lánya még Németországban laknak, ott dolgoznak, és időnként nyelvtanulás szempontjából is mind a két félnek nagyon jó a csere. Na hát, és más szempontokból is. Vali néni, visszatérve még ezekre a kezdeti időkre, úgy mondta, amikor fiatalom mözsre került az iskolába, abban most ugye nem menjünk bele, hogy most mennyi bonyodalom van az oktatásban, és pont mözsöt is érinti a ö, probléma. Ö, mégis hogyan nézett a jövőbe? Mit jelentett akkor belépni egy iskolakapun, felállni a katedrára? És mit jelent az tulajdonképpen, hogy valaki 30 éven keresztül több mint 30 éven keresztül ezt csinálja. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt oda menni, tanítani, gyerekek között lenni, és pedagógusnak csak az menjen, aki szereti a gyerekeket, aki elkötelezett ehhez a pályához. Ezt másként csinálni nem lehet. Vagy ez a hobbija, ez a mindene, mint nekem is egész életemben arra vágytam, hogy taníthassak, és a mai napig is még mindig tanítok nem csak a korosnál, hanem általános iskolában. Ezt nem is tudtam, visszajár még tanítani. Igen, szerint. igen. A Katolikus Iskolában tanítok, nem más, mint éneket. De hát, ha valaki ezt munkának nézi, akkor ez nem jó. Nekem ez a hobbim, és én nagyon-nagyon szívesen csinálom. Szeretem a gyerekeket. Én azt hiszem, hogy jól ki is jövünk egymással a gyerekekkel, és azért vállaltam még most is a tanítást. Valahogy szigorú pedagógus volt? Tehát én ö, ö, úgy emlékszem, hogy mindig volt egy tekintélye. Én azt hiszem, hogy nem voltam szigorú. Én azt hiszem, hogy megköveteltem, amit egy diáktól meg lehet, mert mondván, hogy azért követelek tőled, mert tisztellek. De én azt hiszem, hogy megtaláltuk a hangot egymással a gyerekekkel. Tehát a tanár és a diák viszonyát kell figyelembe venni ilyenkor. És nem a tanár, hanem a kettő ember közötti kapcsolat a lényeg. Mennyire boldogult akkor könnyen a diáksággal, és mi a helyzet ma? Hú, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Lényegesen könnyebb volt. És aláhúzom, hogy könnyebb volt. A gyerekeknél, a szülőknél központi kérdés volt a tanulás. Ma már talán kevésbé érnek rá a szülők annyit foglalkozni a gyerekekkel, mint akkor. Ma egy kicsit más az anyagi helyzetük a szülőknek, mint akkor, és azt hiszem, hogy egy kicsit túlzottan a szeretet mellé egy kicsivel több javakat biztosítanak a gyerekeknek, tehát tálcán készen kapnak mindent. Ez nem mindig jó. Talán egy kicsit több szeretettel, és egy picit érdentelenül adott dolgokkal másként kéne bánni. Lát erre esélyt, hogy esetleg a jövőben szemléletben, esetleg viselkedésben bekövetkezhet egy változás, vagy éppen az ön pedagógusi érdeme lehet az, hogy napjainkban is, amikor tanít, akkor valahogy ezt úgy le tudja húzni a gyerekekről, és tényleg ott marad az a gyerek, aki akkor nem látja azt, hogy körülötte bizony van, ami már esetleg önbizalmat adhat. Talán a szakból az, hogy éneket tanítok, talán más. Mert ha egy, egy vidám órán tudunk biztosítani a gyereknek, akkor elfelejti, hogy, hogy milyen problémái vannak esetleg otthon, vagy elfelejti, hogy mi az, amit ő majd otthon még kérni fog, vagy kikövetelni fog. Tehát ez, ez az én tanítási óráimon úgy zajlik le, hogy egy vidám, kedves éneklő gyerekcsoporttal vagyok együtt, ami nekik is jó, meg nekem is jó. Érdekes az énekzene, Vali néni. Félre ne értse, de sokszor, és itt megint visszatérhetünk a szülőkre, a gyerekekre, csak legyintenek, hogy ah, énekzene. Pedig aztán későbbiekben az ember rájön, és bevalom őszintén, nekem is volt olyan időszakom, amikor, amikor úgy nem értettem, hogy miért kell nekem megtanulnom a nagy zeneszerzők életét. Én magam többször bevallottam már sajnos egy, 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 egy antitalentum vagyok, tehát abszolút nem megy a dolog, de ugye tőlem is a pedagógusok azt azért, ha lányom énekelni nem tudsz, megkövetelték, hogy de legalább az elméletet. És akkor minek ez nekem? És később jön rá az ember, hogy bizony, hát ez olyan terület, olyan, olyan, tudás, amit, amit, amit vétek lenne kihagyni. Érzik ezt ma a szülők, gyerekek? Ez szülő és gyereke válogatja. Van, ahol igen, van, ahol kevésbé de megpróbáljuk beleplantálni a gyerekbe, hogy egy általános műveltséghez szorosan hozzátartozik, nem csak a matematika, vagy a magyar, vagy a történelem, hanem hozzátartozik a készségtárgyak is, az ének, a rajz és a többi is. Ahhoz, hogy egy értő, jól látó emberkét tudjunk nevelni, ahhoz mindezek kellenek. Volt olyan Vali néni, hogy valaki befelismerte a tehetséget? Tehát a kezek közül került ki olyan diák, aki esetleg később ezen a pályán találta meg a helyét? Vagy mit érez olyankor, amikor látja, hogy Úristen, ebbe a gyerekben micsoda hang van? Igen. Van. Most is van egy olyan tanítványom, illetve most már középiskolás, de az elmúlt évben még oda járt hozzánk az általános iskolába, aki egy kisfiú, Akinek valóban nagyon jó hangja van, és érdemes lenne vele foglalkozni. Beszéltünk a szülőkkel, és valószínű, meg lehet majd oldani. Ilyenkor az jó Ilyenkor örülök. Van egy azt hiszem, hogy az ének tanítás mellett ugye 32 év említettük a kórust, szinte egy idős ezzel a kórus, a Bartók Béla női karról beszélek, és hát már más kórusokról is beszélhetnénk. Ez is fontos volt önnek. Ez, ez, ez hogy jött? Mennyire volt könnyű megszervezni egyáltalán kik azok, akik akarnak a tagjai? Valamikor volt régen egy vegyes karmezsön. Aztán Abba maradt, és évek után akkor szóltak, hogy jó lenne egy kóros vezetni. Igen, ám, de nekem csak tanítói végzettségem volt. Mondtak, nem baj, ünnepélyeket szebbé tesszük, és azért énekeljünk valamit. Meg kell hagyni, hogy akkor már az iskolai énekarral dolgoztam, és a gyerekek aranyérmes minősítést kaptak. Uttörő, mi volt ez akkoriban, nem is nem vetélkedő, hanem ki mit tud. Ki mit tud, igen. És hát így jött létre tulajdonképpen 20 fővel a Mözsi Bartok Béla női kar, nem gyerekekből, hanem az anyukáikból, szülőkből, vagy, vagy fiatal lányokból. És a mai kórusnak is még ők a meghatározói tulajdonképpen segítettek. Tehát annyiban segítettek, hogy akik valamikor kórustagok voltak, azok szívesen visszajöttek. Akkor ugyan vegyes kar volt, de én arra nem mertem vállalkozni, és női kar alakítottunk 72-ben, 32 éve, ami elég hosszú idő, és azóta a kórus együtt van. Nem könnyű, mert akkor 20 fővel alakult a kórus, és kifejezetten arra, hogy ünnepélyeket szebbi hangulatosabbá tegyünk. Ez a koros létszáma ma már 42 fő. Nem könnyű, lányokról, asszonyokról van szó, Hát, aki sokat foglalkozik hölgyekkel, az Ita is nagyon jól tudja, hogy három, négy, öt, hat asszonysággal is van már gond, hát, hát még 42-vel van, de viszont nagyon-nagyon sok öröm is van. Szóval amikor a kórus megszólal és szépen tisztán intonál, és egy művet megpróbál úgy bemutatni a magunk módján, hogy az mi úgy érezzük, hogy ez most jól sikerült, akkor mindenki örül és boldog. És ezeknek az anyukáknak, akik már most anyukák és nagymamák, ezeknek a korustagoknak már a gyerekeit is szívesen látjuk a korosban. Nem rossz dolog ám úgy énekelni, hogy anyuka és a lánya, ez egy nagyon kedves és kellemes dolog. Talán még annyit hadd mondjak el, hogy talán Európa majdnem minden országában Megfordult már a Mőzsibárpont. Pont ezt akartam al. megkérdezni, hogy hova jutottak el. Nagyon sok felé jártunk. Hát valamikor Jugoszlávia, aztán Horvátország, aztán tulajdonképpen Hollandiába kétszer voltunk, Belgiumba háromszor voltunk, Németországban nagyon sokszor voltunk. Most egy csomó helyet ki is hagyok, mert tényleg nagyon sok, nagyon sok felé, felé jártunk. Legutóbbit mondanám el, most egy hete jöttünk haza Németországból, Stutenzéből, ami tolna város testvérvárosa. Már nagyon régi a két kórus között a kapcsolat, szinte 15 éves lesz most a két kórus közötti kapcsolat. Mi a 110. évfordulójukon voltunk kint, és szinte tenyerükön hordták ezt a kis magyar csapatot nagyon jó érzés volt, hogy, hogy, ennyire odafigyelnek arra, hogy mi jól érezzük magunkat, és semmitőlük tőlük telett, mindent megmutattak, vittek bennünket kirándulni, de maratoni volt a Kórus Fesztivál, szombaton volt a jubileumi hangverseny, ahol 7-8 kórus vett részt, és másnap, vasárnap elkezdődött a fesztivál délelőtt 10 órakor, és este 6 órakor fejeződött be több mint ezer ember állt a színpadon, nem egyszerre, nem, hát, fél, nem váltva. És nagyon-nagyon-nagyon örültünk annak, hogy, hogy a polgármester úr fogadta a a kórust, és megmaradt ez a jó baráti kapcsolat a továbbiakban is. Van honnan van mindenhez ereje? Én az előbb mondtam, hogy nekem ez nem munka, hanem ez a hobbim. És hogyha valaki szívesen csinálja, és egyik próba a másik után adja az erőt az embernek ahhoz, hogy na a következőben még ezt is megpróbáljuk megoldani. Most még azt is el kell mondani, hogy ahhoz, hogy, hogy ennyi ideig tudtam a kórust vezetni, az feltétlen kellett a főiskola. Kellett az, hogy elvégezem a tanárképző főiskolainek zeneszakát, hogy szakmailag is segíteni tudjam a kórust. Ne csak annyit azt, amit érzek, hanem szakmailag is alá tudjam támasztani mindazt, amit csinálunk. Legendás páros az önöké azért, még így egy kicsit visszatérve a családhoz, a férjéhez, mindenki a maga területén, ugye tanárura a sportban, ön, ön, ön az énekben, amit kitűzött, az tűzön vizen át keményen, precizen végigvitték. Mondhatni, hogy ez így ilyen szempontból is talán érthető, hogy ez egy szerelem volt első látásra, tehát hogy ennyire, ilyen jól megtalálták egymást? Igen, én azt hiszem, hogy igen. Akkor találkoztunk a férjemmel először, amikor pedagógusként az eskütételt le kellett tenni. Addig még soha nem találkoztunk. Akkor itt Vencekszárdon ide az összes fiatal pedagógust, aki akkor kezd tanítani, és az eskütételt le kell tenni. Na, itt találkoztunk, és itt láttuk meg egymást először. Utána nem egy helyre kerültünk tanítani, hanem a férjem fácánkertbe kezdett, és csak egy év után, teljesen véletlenül, mert megüresedett egy állás, akkor került oda. És ott már, mint majdnem, mint ismerősök, köszöntöttük egymást a tantestületbe. És aztán ez szerelemmé alakult, és nem sokára, rá három év után, akkor házasodtunk össze. én most itt lehetne tanácsokat kérni, ugye sok fiatal küszköd, nem igazán leli párját, vagy éppen ha már e, megvan a, a fri, akkor is sajnos nagyon sok vállásról hallunk, mit tanácsolna a fiataloknak, ugye, mert mert mondják ugye napjainkban, hogy mert nem jó, hogy akár az urakról, vagy akár a hölgyekről beszélünk, hogy mindenki karrierista, mindenki megy a munkája után, stb. E, stb. És ez önökre is igaz, mert mindenki a maga területén határozott Céltudatos volt, tette a dolgát. Na de mégis egybe maradt a család, működött a házasság. Tolerancia. Nem is kevés. Szóval az, hogy meg kell érteni a másikat, meg kell érteni azt, hogy neki mi a fontos, és nekem mi a fontos, vagy tulajdonképpen mi az, amit tenni szeretnénk. Most a férjem a sportterén, a kézilabda terén. Néha nagyon sokszor volt úgy, hogy elment reggel, a kézilabdás lányokkal, és hazajöttek este vagy éjszakában, mert meccs volt, meccs után egy picit megálltak valahol, egy vagy egy vacsorára, vagy egy pohárítóra, és csak úgy jöttek haza. Ezt valahol mind a kettőnknek a másikat támogatni kell. Ezt sem ő nem tudta volna megoldani, úgyhogy ha én nem segítem, és fordítva is ugyanez van, hogyha én nem kapok annyi segítséget a férjemtől, mint amennyit, akkor ezt lehetetlen megoldani. Ez csak úgy lehet, hogyha megpróbálják egymás munkáját segíteni, nagyon sok mindenben kell tolerálni. A mai fiatalok kicsit, kicsit, hogy hogy is fejezem ki magam, talán nem tudnak annyit tolerálni, mint, mint a mi korosztályunk. Tehát mindenki a saját érdekeit? Mindenki a saját érdekeit teszi, a másik érdekei felé, pedig uh -huh. ez így nem jó. Meg kell próbálni a közös érdekeket együtt csinálni. És talán akkor lényegesen könnyebb lesz, ezt plantálom én a gyerekeimbe is, és a tanítványomba is, hogy törődni kell a másikkal, oda kell a másikra figyelni, és segíteni abban, hogy amit ő jónak lát, és szeretne megoldani, abban igazi partner legyen, még akkor is, ha neki többet kell háttérben dolgozni, mint a másiknak. Meg talán azt, hogy egy cél, amit, amit segíteni akarnak, ez nagyon-nagyon nehéz, Iskolába is nehéz. Azt mondom, hogy gyerekek, elmegyünk szerepelni, ide kell lennének a jó hangú gyerekek, mert neked is kell tenned valamit az iskoládért. Nagyon nehezen értik meg. Uh -huh. Szóval csak a kapcsolat, és az, hogy másért, az már nem igazán, nem mindig sikerül. Én örülök, hogy sikerült a katolikus iskolába összehozni egy kis kórust. Nincsenek sokan, mert 50 gyerekből válogatni nagyon-nagyon nehéz, de azért egy húsztagú kis csapatot meg lehetett győzni annak, hogy az éneke csodálatosan szép dolog. A női kar mellett, akkor most az iskolában ugye van, a katolikus iskolában a kis kórus, és még beszélhetünk még kórusról. Igen. <laughs> az melyik? Igen. A német nemzetiségi klubnak van egy kórusa, tehát a német az Azt ]án. is önvezeti, vagy csak tagja? Nem, azt is én vezetem, és most már lassan öt éve. És akkor, és nagyon-nagyon, egy nagyon-nagyon lelkes társaság, és szívvel élekel csinálnak, amit csinálják, amit csinálnak. Szóval ezért tudok ott maradni, mert különben ez már ugye a harmadik, és van még a nyugdíjas klubnak a kórusa, akik, akik most olyan 25-26-an vannak körülbelül, és az is egy annyira lelkes csapat, hogy az embernek nincs szíve azt mondani, hogy erre már nincs időm, kell, hogy legyen. Ha annak a 25-26 idős hölgynek van ideje oda menni, akkor nekem is kell, hogy legyen időm oda menni hozzájuk. Szóval valamit, valamit tenni kell a városért is, a településért is, ahol az ember lakik, és én más nem tudok tenni, mint hogy énekeljünk, De az az ének az egy, az egy szuper jó dolog. Ha az ember örül, akkor énekel, ha bánata van, akkor énekel. Tehát valahol mindig dalba folytja az érzelmeit, az érzéseit, mint általában mindenki. én mire marad idő? Mert szerintem most, hogy ezt így végighallgattam, hát a hét minden napjára jut egy-egy próba körülbelül, de aztán lehet, hogy ez persze jól ki van találva. Ez jól ki van de, de De mire, mire van még? Van-e még valami, ami ezen felül fontos? A azok nagyon fontosak. És hát tulajdonképpen más nincs, a szabadideje is van az embernek, mert hétfőn van a, a Bartók kórus, és szerdán 5-től 6-ig a, a nyugdíjas klub, és 6-tól 7-ig a német, tehát az egy napon van, és egyszer kell oda menni, és a két kórust. Meg lehet oldani, az énekkar pedig benne van az orrendembe. Uh -huh. Úgyhogy ez így, így nagyon aranyos főnökön van, úgyhogy úgy oldotta meg, hogy ne, ne legyen szó, szóval, hogy nekem is jó legyen. Így van, így van. És ha nekem jó, akkor nyilván örömmel megy oda az ember, és szívesen csinálja. Jövőben vannak-e még valami tervek? Esetleg gondolkodik-e már azon, hogy, hogy majd azért lassacskán egy kicsit visszavenni a tempóval? Nézi-e már esetleg azokat, akik majd alkalmassak lehetnének arra, hogy esetleg felváltsák az irányító szerepet, és ön is egy kicsit úgymond kényelmesebb formába venne részt a munkába, vagy ez meg sem fordul a fejébe, előre optimistán is, ameddig lehet csinálni? Ez megfordul a fejembe. Én is keresem azt az embert, aki át tud venni tőlem lassan-lassan mindent. Mert egy darabig lehet csinálni, aztán utána már csak tiszteletbeli tagja lehetne az ember annak a kórusnak, amelyikbe ő kéri. De egyelőre még úgy, úgy, úgy keresgetem, de még igazán nincs meg, hogy ki lenne az, aki átvegye itt most mondani, hogy nem szeretném, de azért, is kell. de azért úgy keresgetem azt az embert, aki lassan-lassan átveszi. Most nem a nyugdíjasokra gondolok, hanem a többire. Úgyhogy azért bízom benne, hogy sikerül majd egy olyan embert találni, aki szívügyének tekinti. Még egyről azért mondanom kell valamit, hogy nekünk olyan szerencsénk volt, a Bartók kónussal, hogy mindig olyan zongorakísérőink voltak, akik meg, meg vannak, akik szívügyüknek tekintették azt, hogy segítsenek. Ilyen volt Tiszt Laci, ő 18 évig dolgozott velünk együtt. Laci Lacitól Lányi Péter vette át a zongorakíséretet, a segítséget, és most pedig a Eri József, a Bonyhári Zeneiskolai igazgatója segít bennünket abban, hogy hogy ezen az ongra kísérletes műveket is tolmácsolni tudjunk. Sok nő között mindig Sok egy -egy nő egy -egy mindig férfi. egy jó. Vali a műsoridő mindig véges, én ezt nagyon sajnálom, mert szerintem még lenne miről beszélgetni. Mit kívánjak önnek? Mit kívánjak a jövőre nézve, a karhoz, a magánélethez? Mi az, ami elkél, ami, amit szívesen hallana. Jó egészséget! <laughs> így ennyi? Így ennyit. Sok örömet még az életben, az unokákban, akik tündérek és aranyosak, és jó egészséget. És ezt viszont kívánom itt a magának is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. A nézőknek a figyelmet köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is, és hát akkor így Valinénin keresztül mindenkinek jó egészséget.